A Bonyhád Hidas Kismányoki Evangélikus Egyházközség sikeres pályázatot nyújtott be 2019-ben az Élőváros programsorozatra, amin 2 millió 800 ezer forintot el is nyert, így ebből a támogatási összegből tudtak Bonyhád városában 5 helyszínen 6 közösségi és családi programot lebonyolítani. Ezt a programsorozatot különböző zenei irányzatokkal, mellé kapcsolódó programokkal álmodtuk meg, de hát mint sok mindent mást, ezt is a járványhelyzet felülírta. Az elmúlt évben 3 programot sikerült a tervezetből megvalósítani, idén pedig szintén 3 programot valósítottunk meg, amely tulajdonképpen 3 különböző helyszínen, ez jelenti a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolát, jelenti a templomunkat, a Bonyhádi Evangélikus Templomot, illetve a Bonyhád városában a Kaszinó Kert rendezvényteret, annak a szabadtéri színpadával együtt. A programokban gyerekzenék, népzene, modern vers megzenésítéssel előadott zene, valamint reneszánsz zene, Schwab utcabál, és végül Grillus Dánielnek egyik művét hallhattuk. Tehát nagyon tényleg különböző programok jöttek elő, és az volt az örömünk, hogy tényleg egészen a legutóbbi alkalomig nagy számban érkeztek a résztvevők, hallgatók. Ezekhez a rendezvényekhez gyerekprogramok is társultak, illetve próbáltunk olyan vendéglátásszerűen megkínálni azokat, akik eljöttek ezekre a programokra, amelyben borkóstolót is, vagy éppen sörkülönlegességeket is megkóstolhattak a résztvevők. A rendezvényeket a zene köré építették, azzal a céllal, hogy a zenés programok által minél több embert megszólítsanak. A kezdeményezés sikerre járt, hiszen volt olyan koncert, amin több mint 200 ember vett részt. Részben magam is nagyon szeretem a zenét, magam is zenélek. Másrészt a zene az mindig egy olyan nyelv, olyan közeg, ami megszólítja az embereket. És valóban ezt is tapasztaltuk, hogy a reneszánsz zenétől a gyerekzenéig tényleg az emberek szeretik ezeket a zenéket. Mindenképpen terveztük azt, hogy nem csak Bonyhád lakosságát, de főleg itt az északi részét a városnak valahogyan szólítsuk meg, mozdítsuk meg. A programsorozat létrejöttéhez jelentősen hozzájárult Bonyhád város önkormányzata, helyi vállalkozók és intézmények is, valamint önkéntesek is bekapcsolódtak a szervezési munkálatokba. Nagyszerű élmény volt, hogy kinyithattuk a gyülekezetünk ajtaját, és fogadhattunk olyanokat is, akik egyébként nem látogattak meg minket, és ezáltal közelebb vittük hozzá Isten igéjét ezeken az énekeken, zenéken keresztül. És reméljük, hogy olyan nyomokat hagyhat ez a lakosságban, ami később is hozzánk fogja vezetni őket, és segíthetünk a lelki életük, illetve mindennapjai gondjainak megoldásában. Változatos zenei élmények és gyerekprogramok is várták azokat, akik ellátogattak az Evangélikus Egyházközség által szervezett eseményekre, mondta el György Ferenc, egyházközségi felügyelő. Minden alkalommal olyan művek szerepeltek, ami vallási eredetű, és ezeknek a feldolgozott, volt rockzenei feldolgozás, és volt régi zenei feldolgozás, volt táncos jellegű része a dolognak, tehát a vidámság is ott volt. Nyilván a gyerekek felé elsősorban a játékossággal közelítettük meg, játszóházakkal, akadálypályákkal és egyéb ilyen dolgokkal. A gyülekezetünk tagjai, fiataljai között se együttműködésével tudtuk ezt megvalósítani. Nagyon sok önkéntes segítette a munkánkat, és őket, nekik is nagyon hálásan köszönjük azt, hogy idejüket szánták erre a feladatra. A Bonyhádi Nyári Esték című projekt keretében a 2020. augusztus 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakban különböző stílusú zenei együttesek koncertjeit, előadásait hallgathatták meg a bonyhádi és környékbeli célközönség, melyek köré kiegészítő programok is kapcsolódtak. A programok célja, hogy a közösségi kapcsolódások erősödjenek mind a városban, mind az evangélikus gyülekezetben.